Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy napi jóslás, illetve ez a felvétel két napra szól, szeptember 1-ére és szeptember 2-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. De vannak az ujjaink jógái is, és most mutatok egy gyakorlatot. Ez segít hallási megbetegedéseknél. De segít abban is, ha meditálsz, hogy hallgass a belső hangodra, az intuíciódra. A középső ujjat így befele tesszük, és átöleljük a hüvelyk ujjal. A másik három marad így nyitva. Ezt mindkét kezünkkel, így ezt a gyakorlatot csinálhatjuk. Belélegezésnél kicsit összenyomjuk a hüvelyk ujjat és a középső ujjat, és kilélegezésnél egy kicsit elengedjük. Mutatom a gyakorlatot. Tehát ez a gyakorlat segít hallási megbetegedéseknél, de segít abban is, hogy mások odafigyeljenek arra, amit te közölsz, vagy hallgass a belső hangodra. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint a hold az a mérleg jegyében van mindkét napon. Itt a mérleg jegye 6, a belső egyensúly, az igazság, a szerelem, hiszen a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot is. Mindkét napon jó, ha kicsit kimozdulunk, ha vannak kapcsolatok, vagy a szerelem áll a középpontban. Azt is jelentheti ez az energia, hogy veszünk valami szépet, vagy megszépítünk valamit, vagy lesz egy kreatív tevékenység. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, még mindig a bika jegyében van, tehát a föld elemében. Vénusz bolygó szimbolizál bennünket, hölgyeket, még mindig a rák jegyében van, tehát a víz elemében. A föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással, tehát megvan a jó viszony, a jó kapcsolat a férfias és a nőies energia között. Merkur bolygó utal a cselekvésekre, a kommunikációra. Merkur bolygó még mindig a szűz jegyében van, ahol otthon érzi magát. Tehát egy nagyon jó Merkur hatás van ránk. Ez jól hat ki ránk hölgyekre, és jól hat ki a férfiakra is. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. Szeptember 1-én a hold az a Szváti holdházban van. E felett a holdház felett a szellők istene uralkodik. Tehát itt van mozgás, meg van ez a könnyűség. A holdház szimbóluma az egy kard, és ez a kard azt jelenti, hogy döntéseket tudunk hozni. Vagy valami rendeződik, tisztázódik valami. Azt is jelentheti ez a kard, hogy elvágjuk a félelmeket. Tehát áttesszük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon. Szváti lefordítva annyit jelent, hogy én és a lélek. Szvá, én magam, és áti az jelenti a lelkünket. Tehát itt lelki dolgokról is szó van. Szeptember 1-én a hold
Az eléri kétút, a lefele mozgó kármikus csomót. Ez utal érzelmekre, utal a múltra, utal a belsőnkre. Tehát befele tekintünk. Valamit tisztázunk magunkkal is. Odafigyelünk a belső hangunkra. Szeptember 2-án a hold áttér a Visakha holdházba. Visakha az a tűz istennője, és együtt hat Ágnival, Ágni pedig a férfias energia, tűz istene. És itt arról van szó, hogy valamitől elbúcsúzunk, tehát elégetünk magunk mögött szimbolikusan valamit. Persze ez a tűz energia jelenti a melegséget, és jelenti a lelkesedést, a testi kapcsolatot is. Tehát itt lesz könnyűség a napokban, az is fontos, hogy befele tekintsünk, odafigyeljünk a belső hangunkra, és van most egy növekvő holdfázis, tehát indíthatunk valamit, ami meg kell, hogy növekedjen. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!